Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Iványi Gábor, a lelkész, az ember, az egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem is tudom, egy tévéstúdióban nem szoktak tegeződni, de ezer esztendeje ismerjük egymást még a messzi távolból, az ígéret földjéről, és én tegeződve is tudok udvarias lenni. Én is így vagyok vele. Gábor, amikor azt mondom, hogy az ember, az az igazi ember, aki a gazdasági világválság kellős közepén, a szomszédban egy háború dúl, te, illetve a főiskolád egy megint más háborúban van benne, és akkor ezt az egészet félreteszed, elmész az ígéret földjére, azt hiszem megint Zsderot városa környékén, fiatal gyerekeket összeszedsz, gimnazistákat, és azt mondod, hogy gyerekek, nektek is jár egy kis pihenő. Nektek is jár egy kis szirénamentes, belövésmentes, politikai viharok nélküli gyermekkorban is embernek lenni. Hogy is jön ez össze? Ennek az előzménye 2006-ra megy vissza, a libanoni háború idejére. Akkor egy olyan hangulat alakult itt ki, többen egyházi csoportok is aggódván a palesztin gyerekekért, arra gondoltam, hogy legyen valaki, aki meg aggódik a zsidó gyerekekért, és egy még édesapám is élt akkor, és vele és a feleségemmel hármasban elmentünk, és Schlesinger Hannával, köszönöm szépen, aztán és az ő barátaival együtt lementünk, vagy fölmentünk a határhoz, Slomiba. Ez egy kiürített város volt, és én zsebtépen összeszedtem akkor egy kis adományt, ha jól emlékszem, nagyjából egy olyan 500 000 forintnyi összeget, és mondtam, hogy tudom, hogy ez nem egy jelentős összeg, egy jelképes összeg, és csak érezzék azt, hogy ebben a nagyon súlyos helyzetben, itt ebben a kihalt városban tele volt rakétákkal, ilyen házilag gyártott rakétákkal a város, hogy érezzék azt, hogy velük érzünk, szeretjük őket, és azzal a gondolattal jöttem, hogy meghívnék egy gyerekcsoportot Magyarországra. És akkor két hétre eljött talán 20 gyerek, vagy 20-25 gyerek, és nagyon-nagyon-nagyon jó időt töltöttünk együtt, aztán mintha a következő évben is még ők jöttek volna, tudom, hogy még egyszer visszajöttek, és aztán a figyelmünk Zderot felé fordult, hiszen ott a gázai övezet közelében többször érte őket támadás, és a nagy gázai háború, nevezzük így, idején is ott voltam kint köztük, ott átéltem légriadót, ott voltam a Gáza közelében egy dombon többekkel együtt, onnan néztük, hogy mi történik, és ott szereztem olyan benyomásokat, amiket úgy gondoltam, hogy el kell mondanom, hogy ott álltunk egy villanytelep mellett, amiről megtudtam, hogy azért nem lövik, mert onnan kapja Gáza az áramot, amiért nem fizet, vagy azért nem lövik a kórházat, mert oda mennek a palesztin nők szülni, meg oda viszik ki a sebesülteket, és hogy az izraeli hadsereg minden nap 4 órás egyoldalú tűzszünetet tart, hogy be lehessen vinni a segélyszállítmányokat, és ki lehessen hozni a sebesülteket. És ugye annyira fertőzött a propaganda Izraellel kapcsolatban, hogy már azt mondhatnánk, hogy egyfajta erőteljes Izrael kritikusság, vagy Izrael ellenességben jelenik meg az elmúlt 20 évszázad gyötrelmes antiszemitizmus, antijudaizmus a ma, legálisan idézőjelbe téve, és ezért 2006 óta én azt gondoltam, hogy minden évben hozzunk el egy csoportot, egy kicsit a
20 évszázad alatt felhalmozódott adóssága, ez a szörnyű adóssága a kereszténységnek, és ezt tanítom a magam egyházában, hogy gesztusokkal legalább jelezni kellene, hogy tudjuk, mi történt, bánjuk, és semmi más nem akarunk, mint szeretni és szolgálni Izraelt. Izrael részéről nagy lelkesedéssel hallom a beszámolókat, már azoktól, akik jártak itt többen, interjút is készítettem. Ez alkalommal meg is Zserot városából jönnek, igen? Így van, onnan hozzá. Mi lesz a programjuk? Hát ugye kicsit nehezebb télen jó programokat találni. Hát csináltak munkatársaim egy csokrot, amiben van kis gyógyfürdő, van esetleg egy foci együttlét, mert hogy van... Szóval konkurálni akarsz Katárral. Katárral, ahol kint van most az oltalom foci csapatnak a Fair Play bajnoksághoz tartozó, az részben hajléktalanokat, részben utcagyerekeket tömörítő csoportja. Ugye a FIFA megrendezte párhuzamosan ott az ő bajnokságukat. Ugye világbajnokságuk van a hajléktalanoknak és az utcagyerekeknek is. Rákos András ennek nálunk a azt akarod mondani, hogy a FIFA, akiről mindenféle rosszat mondanak, mégis erre is volt eszük nekik. Ez egy nagyon emberi gesztus, nem? Így van. Valami eredményt is elértetek, vagy maga a tény, hogy kikerültetek, ez már egy nagy eredmény? Elmúlt években többször jártunk kint, tehát a legszebb eredményünk az a mexikói világbajnokság volt, ahol bronzérmesek lettünk. Így mondhatjuk néha, hogy egy picit mintha jobban menne nekünk, mint a nagy válogatottnak. Egy időben évi 1 millió forintot az MLS-től is kaptunk, most nem kapunk jó ideje tőlük semmit. Kezdődött azzal, hogy használt mezeket adtak, és most már azt se kapunk, de nem minthogyha ha számon tartanák, nem panasz, csak megemlítem. És most csak néztek, vagy játszatok is? Ja, ott párhuzamosan van egy bajnokság, és nem tudom, hogy állnak a dolgok e pillanatban, de jó lett volna, ha mielőtt ide jövök, megkérdezem. Hogy nem könnyű homelessnek lenni, de ha abban van egy kis foci, akkor legalább addig nem fáznak. Annyiféle dologgal próbáljuk ki segíteni. Ugye akkor, amikor ezt elkezdtük sok évvel ezelőtt, akkor azt mondtuk, hogy tanulással és sporttal a hajléktalanság ellen, hogy legyen ez a jelmondat. Akkor kezdődött az is, hogy aki nem fejezte be tanulmányait, annak segítünk befejezni, és így egy-két személy eljutott még az egyetemig is. Van olyanunk, aki analfabétaként indult, és aztán leérettségizett már. Minden évben többen, hát ugye Budapesten van 2 általános iskola és középiskolánk is, és ezeken a helyeken el lehet jutni érettségig, és aztán lehetőségük van tovább lépni. Az egyikük például egy lány, aki a sportegyetemre ment érettségi után, és egy darabig ő volt a foci válogatottnak az edzője, mert ezt a szakot... Gábor, örömhír, amit lehet, hogy vannak nézőink, akik nem tudják, de a Leslie-nek ma már doktori iskolája is van. Igen, a Wesley főiskola hosszú, közel 10 éves küzdelem után elérte, hogy a oktatási hivatal bejegyezte a doktori iskoláját. Ez látszik, hogy az a bejegyzett szó az vonz téged, mert... Hát muszáj bejegyeztetni, másképpen nem működik. Mert az egyházad is bejegyzett egyház ma már. Igen, bejegyzett egyház, hát ez tulajdonképpen nem egyházi jogokat jelent, mert ahhoz képest, ami a vallási tevékenységet végző egyesület joga, tehát az odatartozással együtt az jár, hogy az ember prédikálhat a templomában, vagy kiadhat esetleg vallási kiadványokat. Ugye nálunk ez azért kritikus dolog, mert 1981-ben, 8 év küzdelem után az akkori kommunista rendszerrel szemben lettünk bevett és elismert egyházzá, és ez az új törvény alkotmánysértő módon vette el egyházi státuszunkat, ezt egyébként a Magyar Alkotmánybíróság mondta ki, de pert nyertünk aztán Strasbourgban, és ennek ellenére is
újra és újra úgy változtatták az egyházi törvényt, hogy ne nyerjük vissza a státuszunkat. És hát akkor azt mondtuk, hogy jó, nézzük meg, hogy is néz ki az, amikor az ember nulláról újra kezdve próbál eljutni oda, ahol 1981-ben voltunk. Minden esetre, amikor először újra megint 1%-ot gyűjthettünk, akkor első alkalommal 40 ezeren, és az idén 52 ezeren adták ide az 1%-okat, ezzel mi lettünk a negyedik legtámogatottabb. Sokasodjanak és szaporodjanak azok, akik az 1%-ot néket adják. Gábor, hova tovább, mi a jövő? Hát nem is tudom, hogy melyik ponton kérdezed ezt. A melegedő utca melegszik. A fűtött utca, igen. A kórház működik. Főiskola működik, idős otthonaink működnek. Doktoriskola működik. És az általános iskolák és gimnáziumok is. Működnek. Én így Hanukkal közelettével csak annyit tudok mondani, hogy neszhajásám, csoda történt ott, és bízunk benne, hogy ezen a találkozási ponton, amikor véletlenül a Hanuka és a karácsony így összetalálkozik, legyen neked minden jó és a gyülekezetednek. Nézd, Gadol hajásá. Igen, hát ez Gadol hajápó, mondják, amikor Pajapó. Ott vannak, és amikor mi itt vagyunk, és ott történt a csoda, akkor egy kis nyelvtanú. Nagy csoda, igen. Nagy csoda. Bízunk benne, hogy történnek még nagy csodák, és rájönnek arra, hogy az embereket kell hagyni embernek lenni, és kell hagyni, hogy segíthessen az embereknek. És köszönöm Izrael népe nevében az, hogy nem felejtetted el ezeket a zsderotti gyerekeket. Biztos jól fogják érezni magukat, és látnak majd ők is itt csodákat. Izrael népe nekem is, népem, és hadd ragadjam meg akkor az alkalmat, miközben megköszönöm, hogy itt lettem nálad, hogy mindenkinek boldog-boldog, fényes, örömteli Hanukát hadd kívánja. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 15 percben dr. Iványi Gábor, a lelkész, az ember, az egyetemi tanár, a főiskolai tanár, és azoknak az embereknek a védőszentje, akik az utcán töltik napjaikat, talán nem szabad akaratukból, ha tehetik, segítsenek önök is nekik. Köszönöm, hogy itt voltál. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk. Thank you.